nő. Mikulás. Egyenlő Szent Miklós, itáliai püspök, aki a gyermekek és a diákok védőszentje. A legenda szerint a püspök városában egy szegény embernek 3 lánya volt, akiket megfelelő hozomány hiányában nem tudott férjhez adni. Miklós elhatározta, hogy segít rajtuk, de ezt szerénységből titokban tette. Az éleple alatt egy-egy arannyal telt erszényt tett a szegény ember ablakába 2 egymást követő napon. A 3. este az ablak zárva volt. Miklós püspök ekkor felmászott a tetőre, és a nyitott kéményen át dobta be az aranyat. A 3. lány éppen akkor kötötte fel harisnyáját száradni a kémény alá, és az arany pont belehullott a harisnyába. Miért ne? A Mikuláshoz köthető magyar néphagyomány a globalizáció hatására megváltozott. Addig, amíg a 2 világháború között a Mikulás a mennyben élt, a gyerekeket az égből figyelte, addig a mai fogyasztói társadalmakban egyre inkább elterjedt az a nézet, hogy Mikulás, illetve országonként más-más alak, lapföldön lakik, szánját rénszarvasok húzzák. Kvartett.